Köszöntelek benneteket a három kérdőjeles jósláson 1919. október 8-án. Az első kérdés az, mi foglalkoztatja ők, milyenek a gondolatai, és a választ megadja rá a következő kártya. A második kérdés az lenne, milyenek az ő érzelmei. Az ő érzelmi világát mutatja a következő kártya. A harmadik kérdés, mit mutat, milyen lépéseket tesz irányotokban? És ehhez jön még egy napi üzenet. Az első kérdés az volt, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják őt. A választ megadja ez a kártya. És ez annyit mutat, hogy ő szomorú, ki akar törni ebből a helyzetből. Valaki vagy valami fogságban tartja őt. Ez lehet a munkahelyét illetően, vagy még van egy pár kapcsolata, és a szeretné felbontani. Sokat töpreng, és elgondolkozik a problémáiról, és ebben a helyzetben vannak félelmei is. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, a választ ez a kártya mutatja. Itt látható pénz, arany, ezek a vagyoni dolgokra utalnak, és ami az érzelmi világát illeti, ez a kép annyit mutat, hogy neki vannak elvárásai. Én ezt megérdemeltem, hogy megbecsülést kapjak, vagy én megérdemeltem azt, hogy szeretetet kapjak, és ezeket az elvárásokat fogja is ő mutatni, mert ez jön az ő belső érzelmi világából. Természetesen lehetséges az is, hogy itt vagyoni dolgok vannak az előtérben, és az annyira foglalkoztatja őt, hogy kihat az ő érzelmi világára, az ő belső világára. A harmadik kérdés az volt, hogy mit tesz, milyen lépéseket fog tenni irányotokba. A választ megadja ez a kártya, és ez mutatja az ő nyitottságát. Ő beszélni fog az érzelmeiről, a gondolatairól, és ez a kép mindig világosabb lesz előttetek. Az is lehet, hogy ő tervez egy utazást, mert itt mutatja ez a kártya a világot, és ebben az esetben is lehetséges, hogy egy meghívást fogtok kapni. A negyedik kép mutatja a nap üzenetét. Itt láthatunk egy ajtót. És nem csak az, hanem itt a nap energiája is érezhető. Az pedig azt jelenti, hogy vannak lehetőségeitek, nyílik egy új ajtó, és a nap energiája mutatja a sikereket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra, üdvözöllek benneteket Mallorca szigetéről!